Annak ellenére, hogy jelenleg csak ideiglenes vezetői posztot tölt be a művelődési ház élén Elekes Gyula, nem állt le a tervekkel, így elmondása szerint 2013-ban számos új és folytatásra váró feladat szerepel a listáján. Főként a kiállítások terén lesz erős ez az év, hisz ebben az esztendőben olyan művészek munkái lesznek láthatók, mint például Barcsai Jenő és tanítványai. A vásárhelyi festőművész Nagy Pál munkái is udvarhelyre érkeznek, de Kondor Béla vagy Maszelka János kiállítása is szerepel a tervekben. Ugyanakkor nyitott a lehetőség aktív képzőművészek vagy képzőművészeti csoportulások munkáinak bemutatása, vagy fotóművészeti kiállítások előtt is. Idén újabb része gazdagodik az ismeretterjesztő előadások sora, és újdonság lesz az egészségügyi nevelés képzés is, mesélte az igazgató. Ismét megrendezik az építészeti konferenciát, a negyedszerre jelentkező animációs fesztivált, és a díjnyertes rövidfilmek bemutatójának is a művelődési ház ad otthont. Természetesen a rendezvények sorát gazdagítja a 47. Szejke Fesztivál és az Alkotótábor is, amely idén nemzetközivé avanzsál. Az intézmény épületén főként állagmegőrző munkálatokat terveznek, de a kiállító termek modernizálásával sem állnak le. A művelődési házban szeretnők folytatni ugye az állagmegőrzést, javításokat, tereknek a kialakítását, amit elkezdtünk az előző évben, valamint távlati tervem az, hogy a Kogarnicsán utca felőli, valamint a park felőli támfalaknak a följavítása. És hát ami nagy terv, ugye, és bízom benne, hogy előbb-utóbb fog sikerülni, ha nem az idén, akkor a művelődési ház előtti térnek a kialakítása. A belcsímbein is igyekezünk gazdagítani, tehát a belső tereket kialakítani, kiállító helyek kapnak egy újfajta világítást, egy megfelelő világítást. Elekes elmondta, hogy bár jelenleg ő tölti be az udvarhely táncműhely ideiglenes vezetői tisztségét is, reméli, hogy erre a feladatra hamarosan megtalálják a megfelelő embert, így teljes gőzzel tud majd koncentrálni a művelődési ház szervezésében sorra kerülő rendezvényekre és az intézmény épületén tervezett felújításokra.